És hogy említettük Krisztinával, jó reggelt kívánunk a vendégeinknek, Kocsis a párbeszéd részéről és az Iszon részéről, Szanyi Tibor, politikai új, új szerepkörben, azt mint mondtad politikai. mondtad nekem egyszer a múltkor, amikor vendéged volt, Szanyi ö, ö, úr, hogy a nem szereti, ha Iszonnak hívjuk a pártot. Most nem szeretem, nem szeretem, úgyis annak hívják, tehát ennyi. De szerintem egy idő után minél többször mondjuk ki azt, hogy Iszon annál kevésbé fognak az emberek arra gondolni, hogy nem tudom inni valamit, üdítőt. Marketing szempontból tökéletes, de ezt na, ő is tudja, természetesen. Mindenkivel, uraim, na iszik is de. már ennek örömére, mindenkivel nagyon-nagyon sokat szeretnénk beszélgetni, mert rengeteg témánk van. Először önnel kezdenénk, kocsiszakkal, mert hogy azt, azt olvastuk és azt láttuk, én ki is gyűjtöttem, elnézést kérek, csak nem biztos, hogy ilyen könnyen meg fogom találni, ugye lehet, hogy nem így gyűjtöttem ki. Pártársának az álláspontját, véleményét, aki azt hiszem pont a hajógyári szigeten ö, ö, volt lefényképezve Szabotti, mert, ugye? Jól, jól emlékszem? Jaj, Jaj, de jó. Hogy nyertek, hogy győztek, és hogy megállították az Orbán kormányt abban, meg az öltönyös urakat, meg a nagy terepjáróval járó, nem tudom én, képviselőket. Köszönöm szépen, luxus terepjáróval. Hogy nem fognak ott semmifajta beruházást végrehajtani. Ezt akkor a párbeszéd ezek szerint önmaga saját maga sikerének könyvelt el, hogy azt mondta a kormány, hogy mégsem lesz ott semmilyen beruházás? Nem ön, önmagunk sikerének könyveltük el, de azt gondolom, hogy nagy részünk volt benne, hiszen a, a, a körzetnek az országgyűlési képviselője, Szabó Tíme, aki a párbeszéd frakció vezetője, kiállt ezzel ellen a beruházás ellen és részt vett egy nagyobb tiltakozás szervezésében is, ahol pont ez ellen a beruházásán tiltakoztak, illetve Karácsony Gergely főpolgármester úr is mondta, hogy ő ellenzi ezt a beruházást, ő pedig ugye a párbeszéd társadalműke, tehát azt gondolom, hogy azért oroszlán részünk van abban, hogy ezt a beruházást sikerült megakadályozni. Melyik részének körülnek a legjobban? Tehát, hogy melyik beruházás elmaradásának körülnek a, a legjobban? Hát az egésznek. Tehát az egésznek. ugye itt az volt a... kivágásnak biztosan, <laughs> Igen, hogy elmarad. Az volt a terv, hogy kivág több ezer fát, Ezet. beépítik uh, luxus lakóparkkal, uh, gátat építenek, ami aztán úgy fölnyomja a vizet, ami egyébként a romai partot is tönkretette volna, tehát egy katasztrofális beruházás volt. Uh, nagyon örülünk, hogy ez, ennek sikerült gátat szabni. Úgy tűnik, hogy azért néha van értelme a tiltakozásnak. Hozzáteszem, a Városliget esetén is sikert értünk el, mert azt is meg, meg sikerült megakadályozni, hogy teljesen beépítsék, illetve korábban a romai partot is sikerült megvédeni, mert azt is sikerült megakadályozni, hogy oda egy uh, rohadt nagy gátat építsenek. Úgyhogy uh, ott a környék úgy tűnik, hogy sikeresek vagyunk. Sok minden van még, ott van a Balaton, amit meg kell védeni, ott van a Tataító, és tegnap voltam a Fertőtónál, ahol szintén egy igaz beruházásra készülnek, a abban is van feladatunk. Azért akármit mond az ember, amikor az, a azt olvasó Krisztina, bocsánat, hogy pártoknak mekkora a támogatottsága, milyen erő potenciál van bennük. Nézd rá, mármint úgy mondom, hogy a kocsis szaki egy, egy ja, vagy két, százalékos, beszél, értem, de hogy egy és két százalék közti támogatottsága a rendelkező párt képviselőjéről beszélünk, és mégis milyen erősek. Hadd kérdezzem ezt a picit ironikusan megfogalmazott, de mégiscsak a lényeget Nem érintő kérdést. Pedig, akkor elnézést. A Szanyi Tibortól, mert hogy ugye azt mondtad, hogy ő most politikai elemző, így kezdtük a reggelt. Igen. Akkor ebben a minőségében egy picit külső rá tekintőként arra, amit Kocsis Csake Olivia most mondott, picit komolyabbra fordítva a szót, ön szerint, amikor mindegy, hogy mekkora ellenzéki párt, kicsi vagy nagy, de egy jelentős ügyet vagy feltár, vagy be tud vinni a nyilvánosságba úgy, hogy az valóban megérinti a nyilvánosság széles körét, akkor tényleg elkönyvelheti -e eredménynek, vagy teljesen más van a hátterében mondjuk annak, hogy a kormány és állítólagos gazdasági körei úgy döntenek, hogy a hajógyári szigeten valami elmarad. A kérdésem lényege, lehet-e valóban köze, vagy valódi győzelme az ellenzéknek, ha egy ilyesmi nem történik, vagy teljesen másról van szó, mert nagyon sok minden nem marad el, amire Ugyanúgy jogosan felhívja az ellenzék a figyelmet. Há, jó reggelt kívánok, A szerkesztő Az a helyzet, hogy önök most zokogni fognak, mert nem, nem, nem vagyok politikai elemző. Itt egy kicsit merényültek a ma reggel összeállításakor, viszont európai politikusnak, vagy európai igényű politikusnak tartom magamat, és azért az európai paradon az, az a szokás, hogy nem azt nézik, hogy ki mekkora, hanem hogy ki mit mond. Ki mit tesz, kinek van igaza, tehát magyarul egy Németország mellett minden további nélkül egyenrangúként tud működni egy Luxemburg, vagy Málta, és a többi. Tehát az azt jelenti, hogy ha jó ügyeket karolnak föl a különböző politikai erők, és nem is kell ehhez feltétlenül pártnak lenni, bár nyilván a pártok vannak elsősorban a Rivalda fényben, az mindig egy nagyon jó dolog, amikor sikerül valami. A Tataító példája például egy civil kezdeményezés eredménye a visszakozásra. Így van, így van, így van, viszont, és akkor itt van a viszont, tehát ő, én nekem azért egyik szemben sír, a másik meg nevet. Ő, tehát most önökkel fogok együtt zokogni bizonyos értelemben. Uh, ugyanis persze ezek apró sikerek és jó sikerek, hogy uh, én, én. Nem én, is kérlek, apró. Uh, uh, már ahhoz mérten apró, hogy egyébként a kormány uh, mit művelt az elmúlt tíz évben környezetrongálás szinten. Ez a jéghegy csúcsa, uh, amit egyébként meg tud. Tunkták, ták akadályozni. Tehát itt azért millió hektár számra vágták gajra az egész természetet. Itt a bányanyításoktól kezdve, tegnap például autópály jöttem, és régen voltam azon az autópályán, és megszokott tájképet, egy, egy fél hegy hiányzott, csak úgy. Hol? Egy az m 1 láttam, hát most nem, meg nem mondom, ez még tata, tehát győr között valamikor. De hát ugye a, 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 folyóinknak az állapota, az erdőinknek, az erdőink az állapota, Ezek mind egyszerűen katasztrofálisak. Tehát tulajdonképpen egy millió ilyen sikerre kéne jutnunk ahhoz, hogy hogy egyáltalán mérhető legyen az, hogy valami Na javulás jó. van az országban. Mégmét azért szeretném magát kimozogni abból az interjúból, amit saját magam mondott, azért szeretnénk Mi a... Volt kérdés az ügyben? Volt, tehát az előbb a Krisztina tette fel. Nem, De nem, 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 is... ő arra nem. politikai elemzői pozíciót vagy munkaköri változást utasította csak vissza a tisztességkedvén. Hát ő, ilyet... kérni a Gázsimat, amit fizetni. Szoktunk. Jogos. Nem szoktunk senkinek se fizetni, a, nem tudom, mire gondol. Sem. A lényeg az, hogyha megengedi, hogy befejezzem ezt a mondatomat, hogy van nem pont szívesen. egy, tudom, de ott még be fogom fejezni, higgy hogy van egy összefoglaló anyagunk pont magával kapcsolatban, Jézus, már is, hogy nem mit nem mondott, lesz miről szoktuk. mondott, mit gondol, ezt megmutatjuk, és akkor utána, akar, beszél, ha akar, nem. 21 évig volt az MSZP tagja Szanyi Tibor, négyszer akartak fegyelmit indítani ellene. Erről nyilatkozott a magyar hírlapnak. A történtek miatt Szanyiban még mindig van revansvágy, és mint mondta, meg fogja mutatni, hogy a baloldal tud erős lenni Magyarországon. Hozzátette, ősszel alsó hangon megelőzzük az MSZP-t. Ez nem a mi erősségünk, hanem az ő gyengeségük. A 3%-os léc elméletileg megugorható egy új alakulattól. Szanyi a többi ellenzéki pártról úgy vélekedett. A DK-t nagyon becsüli, mert pont az, aminek mondja magát, liberális párt. Aztán ott van a Momentum, ők még soha nem mondták magukról, hogy baloldaliak lennének. A Jobbik pedig mégiscsak egy neonáci pártból átvedlésben lévő valami. Az LNP szint úgy nem mondta még magáról, hogy bármi köze lenne a baloldalhoz. A párbeszédben fölsejlik némi baloldaliság, jó színészei vannak, de az ideológiai töltetükből nem derül ki, hogy mit akarnak, és tíz éve nem képesek pártként az egy százalékos támogatottságig eljutni. Tehát egyetlen ellenzéki párt sem baloldali, összegezte Szanyi Tibor tulajdonképpen öné a szó, Szanyi úr, Kocsis Olivió szemébe tessék belenézni, és most mondja meg neki, hogy ő is egy jó színésze, ha már a párbeszéd politikusait így minősítette, avagy vagy rossz színész. Én azt mondtam, hogy jó színészei vannak a párbeszédnek, tehát most akkor miért, miért kéne mást mondanak? Ez egyik, de tényszerűen azt gondolom, hogy... Ez a politikai platformon mit jelent? A politikai platform az azt jelenti, hogy amikor van egy, ő, nevezik így, hogy valamire hivatkozó előadás, de hiányzik bele a politikai tartalom. Ez, ez a helyzet az én értelmény. Ez Ezzel egyetért? Úr. Én azt gondolom, hogy Szanyó Tibarnál nagyobb show ment elképzelni, úgyhogy én ezzel nem akarok vitatkozni. <laughs> ez azért profi válasz volt, de, ezt meg kell hagyjuk. De azért a, a párbeszédről azt muszáj elmondani, hogy a párbeszéd egy baloldali zöld pártként határozza meg magát, ami azokért az emberekért akarunk küzdeni. Akik félnek a hónap végétől, tehát hogyan fizetik ki a számlájukat, és félnek a világ végétől, tehát félnek a klímaváltozás okozta hatásokról. És azt gondolom, hogy minden pártnak meg kell hagyni azt, hogy saját maguk határozzák meg azt, hogy mennyire baloldaliak, mennyire nem. Én nagyon fontosnak tartom azt a felvetést, hogy hogy ö, ö, nyilván az ellenzéki pártoknak ö, versenyeznie kell, rivalizálnia kell és, és, és minél több szavazót be kell hozni a, 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 az ellenzéki térfére. Jó, hogyha van egy olyan új párt, aki behoz plusz új szavazókat, és az előválasztás az, ahol el kell dönteni, hogy ki mennyire baloldali, kim, kinek hány százaléka van, ezen a versenyen kell megméretetni magunkat, és akkor szerintem ez a fajta rivalizálás a hasznára lehet az ellenzéknek. Igen, egyébként nem tudom, hogy bárki megsértődött volna az ön élete során, eddigi pályafutása során saját magára, már mint hogy őre a kijelentései miatt, de már ezt mondom, aztán menjünk hát az tovább. Voltna. na. de most például senki nem telefonált oda az MSZP-ben önhöz, vagy valamelyik kollégájának, a abéli mondata miatt, hogy a Tóth Bertalan féle vonal viszont elvtelen, önfeladó pénzhajház és korrupt. Igen. Ez nagyon durva a kijelentés. Miért? Ez most a valóság ilyen durva, akkor mit csinálják? Egyetlen okból, hogy ezek olyan súlyú kijelentések, amelyeket bizonyítékokkal illik alá é, Igen, igen, igen. Hát én egyébként ezt már pár, évben, pár év során mind-mind alá támasztottam, úgyhogy ha még kell alá még inkább alá fogom támasztani, tehát rajta hajrá, úgyhogy ha támasztunk, támasztunk. De De meg, például a korrupcióra igen, tud igen. Ő, konkrét tudod. utalásokat. Tudom, Ezt meg is fogalmaztam százszor. Végig nyíltan hogy menj jó ideig a háttérben, csak aztán már később kibukott a nyilvánosság elé. Erkölcsi korrupcióra gondol, vagy anyagira? Hát döntsen, hogy melyik a, a kettő, akkor elmondom, miről van szó. Igen, Én világéletemben rüheltem azt, amikor mondjuk például egy pártelnök szó szerint kifizeti, megfizeti a őre szavazó embereket. Ezt már. hogy érti? Hát így, ahogy mondtam. A pénzt ad nekik azért, hogy szavazzanak az elnökségben. De kire gondol? Hát az elnökség tagjaira. Nagy szerint? Hát most vegyük el a... 5000-eseket adott azért, hogy rászavazzanak? Nem, százezreket inkább. Hmm. Ön tud olyan ki... emberről, aki ezt a pénzt elfogadta, lefotózta, vagy felvette egyébként, a ez, ez, Ebben a stúdióban is elmondtam százszor, ez nem a feltétlenül illegális. Ez nem feltétlenül illegális. Csak ugye az, posztokkal a... fizeti ki, arra gondol? Igen, nem csak posztokkal, hanem állásokkal, uh -huh. hanem extra juttatásokkal. És hát többi, tehát és nem egy nokiás dobozra gondol? hát tudom én, ez, az, az, a technikát én nem tudom, csak azt tudom, hogy ki vannak fizetve. És egyébként ezt én és tudom támasztani, ennyi az egész történet. Megteszi mert azt, hogy a következő napokban felfrissíti. Kár erő beszélgetni, mert, mert, mert amikor ezt legelőször mondtam, a kutyának nem tűnt föl, nem tudom most miért három év múlva, vagy két év múlva tűnik föl. Ő, ő, ezzel együtt ő, én szeretnék azért visszamenni egy kicsit oda, ahol itt a pártokról volt szó. Én azt mondom, hogy persze, baloldali zöld párt, baloldali liberális párt, baloldali, még a Fidesz is mondja magáról, hogy baloldali, nem. Aki nem a szociális válságot tartja, legfőbb missziójának, bármint, mm -hmm. hogy azt megoldja, vagy azt felszámolja, az nem tud baloldali lenni, még akkor sem, hogyha van neki baloldali karaktere. Minden pártnak lehet baloldali karaktere, de ettől még nem baloldali. El hogy azt képzelni, hogy egy ilyen típusú, párttal, mint amit az ISZOM képvisel, vagy ugye ön lett a miniszterelnök jelöltje az ISZOM-nak? Hát, ez kérdezi, hát nem szó volt, már szó egymás közt nap. Igen. Csak meg akart -e erősíteni Igen. a kollega nagy Igen. 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 Nem értettem, hogy nem, nem, nem csak, hogy látja az együttműködés egy lehetőségét, mondjuk el. akár a párbeszéd részéről, hogy így majd az izommal mal Szanyi Tiborral lehet-e együttműködni, felkészülni, közös listára részt venni például a 2022-es választáson. Természetesen, hogyha az iszom is elindul az előválasztáson, és ott megméretteti magát, akkor nagyon szívesen együttműködünk egyébként. Én olvastam a programot, én elismerem, hogy ez egy baloldali program, viszont a párbeszédé is, a olyan párt, amely az alapjövedelmet akarja bevezetni Magyarországon, az igenis meg akarja oldani a szociális válságot. Ez szerintem a leghatékonyabb, leghatékonyabb program, hogy a szociális tehát az a leghatékonyabb program arra, hogy azt a mély szociális válságot, ami jelenleg Magyarországon uralkodni, megoldjuk. Én továbbra is azt gondolom, hogy nem egymással kell foglalkozni ilyen szinten. Meg kell hagyni a választóknak, az ellenzéki szavazóknak, hogy eldöntsék, hogy ki mennyire, kinek vannak mennyire kétes dolgai, ki mennyire népszerű, ki nek van befolyása, kinek mennykora befolyása legyen a következő kormányba. Éppen ezért csak hangsúlyozni tudom azt, hogy az előválasztás lehet a megoldás arra, hogyha dilemmáink vannak itt az ellenzékben arról, hogy ki az ellenzék vezető pártja, és kinek kell ott lenni a következő kormányba. Hát uh, szerettünk volna még egy kicsit önökkel beszélni az indexről a, régi új indexről, vagy a lendő új valamiről, amiről még nem tudjuk, hát hogy most ugye, még lesz. kevesebbet tudunk, mint tegnap, hogy az új, hogy te van De, Imre igen. Te a pozíciót. Gulyás miniszter úrnak kezdek, csak gyorsan mutassuk meg Erika. Erika ugye a mai szerkesztőnk azt a, azt a gondolatot, amit Gulyás miniszter úr említett. Köszönjük szépen a rendezőnknek is. Figyelem, a fejleményeket. Az index körül csak olyan szereplők merültek fel, akik eddig is az indexhez tartoztak. Soha olyan állítás senki részéről nem hangzott el, hogy bárki bármilyen nyomást gyakorolt volna arra vonatkozóan, hogy milyen ennyien meg az index, indexben. Bocsánat, tehát önök Elfogadják-e a kormány oldali érvelést, hogy politikai nyomás soha nem terhelődött rá az indexre, nem ők állnak a háttérben? Gulyás hogy... nem ezt mondta. Tehát nagyon óvatosan fogalmazott Robi, ő azt mondta konkrétan, hogy olyan jellegű nyomás nem történt, hogy mi jelenjen meg az indexen. Azt szerintem nem szinonimája a politikai nyomásnak, amit viszont nagyon sokan mondanak. Tehát Gulyás miniszter nem mondhatja azt, hogy ilyet nem mond senki, mert mindenki mond. Csak... Jó nem egységes a műsorvezetés nem egységes a műsorvezetés szerencsére mi, mi is vitatkozunk meg szoktuk kapni, hogy amikor valamiben egy picit is eltérnek a nézetek, önök lecsapnak rá de futottunk már ez időben csak egy mondatot kérünk Szanyi úr gyorsan ezzel kapcsolatban, meg akkor Bocsánat, egy gyors reakciót, igen. igen elnézést, hogy elvittem az Ja jó, jó, jó Én nekem az a gyanúm, hogy az ami uh, ilyen fordulatos tud lenni ott olyan elképesztő mennyiségű feszültség és titok van a mélyben, és amihez még bőven idő kell, hogy itt szépen minden a felszíre jöjjön, tehát abszolút nem lehet. A kérdésre a válasz, valóban a kormány szerintem direktben soha nem akarta befolyásolni az indexet, viszont a kormány az pontosan azt a kapitalizmus testesíti meg Magyarországon, ami egyébként roncsolja a sajtószabadságot is. Köszönjük szépen, Kocsiszak. Én természetesen nem értek egyet, Gulyás miniszter úr, konkrétan akarta befolyásolni a kormány az index működését, szét akarta verni a szerkesztőséget, fel akarta szalámozni a különböző rovatokat, ki akarta szedni. Erről Dúl Szabolcs az index volt főszerkesztője nyilatkozott, ez egy nagyon komoly befolyásoló kísérlet volt. Köszönjük szépen, hogy Köszönjük. itt voltál!